levágta doktor néni, mert biztos sűrű használta. Na sziasztok mindenki, elérkeztünk a következő videóhoz. Nagyon meglepődtünk a papámmal, hogy 5000-en lájkoltátok a videót, és ilyen sokan megnéztétek. Úgyhogy most jön a második rész, viszont a papa most lett 64 éves, úgyhogy viszünk neki ajándékot, meg azért is, mert múltkor szerepelt a videóba, meglepetésnek szánom, amikor elkezdjük vele a videót, utána mondom neki, hogy várjon meg, mindjárt jövök, és ott adom neki át az ajándékot. Most nem lövöm le a poént, majd megnézhetitek, hogy milyen ajándékot gondoltam a papának. Mesélni fog történetet, egy kicsit megint vicces sztorikat, és utána egy kicsit a háborúról is fog mesélni, mert az apukája, ugye az én dédi papám ott volt a háborúba, ezekről fog egy kicsit beszélni, úgyhogy menjünk a papához, köszöntsük fel őt! Szervusztok, mindenkinek jó napot kívánok, gyerekek, felnőttek, nektek is! Így van, és köszönjük szépen papával, hogy ennyien lájkolták az előző videót. Nagyon szépen köszönöm. És megnézték, ma arról lesz szó, hát papa először is, mutasd meg, hogy mi történt a fákkodós ujjaddal. Hát, hogy is mondjam, levágta doktor néni, mert biztos sűrű használta. De nem igaz. Meggyűlt a körmöm, és ilyen áttetszős, ilyen nyúlós, ragadós akármi volt, elmentem hozzá ugye bajára, megmondom őszintén. És ha megnézte, hát ugye be volt gyulladva, a doktornő fogta, nyiszt innen-onnan meginekciózta szépen. És le is ennyi. Mit csinál? Hát, hogyne? Ha vágott valami ízét, fixet beleérted, ilyen nem tudom mit, széthajtogatta, kiszedegette belőle, nem tudom mit, de nem volt benne semmi különben. Aha. És hát ugye visszakötötte. Másnap ma úgy fájt, alig bírtam az én, és utána szépen ugye gyűlölt mindig, és hát ugye elmentem vissza hozzá, hát ezt sajnos le kell vágni, akkor levágta itt az felső ujjpercet, úgy maradt 3 hónap, hol le kell vágni, itt is, mert ugye tovább Aha. ment a gyulladás. De most hál' Istennek jó. Hál' Istennek jó. Ez történt. Ezt azért meséljük el, kedves nézők, mert kommentben mindenki ezt kérdezte, hogy mi történt jó, a papám. Nem volt semmi probléma, dicsérem a doktornőt, már normális akkor volt. Jó van. És arra gondoltunk a papával, hogy lesz egy vicces sztorit mesélne a papa az ő gyerekkoráról, és utána egy kicsit a komolyabb téma lenne, egy háborús történet, igen, mert igen. Az én dédi papám, a te apukád, ő igen, volt a háborúban. Háborúban bizony megjárta, a dolgokanyarban volt, igen, és ez komoly dolog. És ez igen, a papa az egyik vicces sztorit a gyerekkorodból, meséld el. Igen, ez egy nagyon érdekes, de senkinek nem ajánlom, igen. Előre elnézést kérek, mert ugye gyermek feje nem lehet úgy fölmérni dolgokat, mint mosten fölnőtt feje, hogy mekkora kárt okoztam különben. Igen. A tanyán laktunk, és hát a szomszéd bácsinak, hogy néjének, hogy hát volt mindig jószág, meg minden, hát nekünk is volt. És akkor szoktekem, ugye a tyúkolba nem tértek be, ugye könny, nehéz volt már neki bemenni, meg egy kicsi voltam, alacsony voltam, hát menjek be. Ki van nézni, hát a trágyát kiszedni, ahogy elmentem mindig, hát dolgozgattam nekik. Aha. Nem nagyon, a néha adtak egy kis gyümölcsöt, vagy valamit, de nem nagyon pénzt mozira, vagy ilyesmit, kis fagyira, borotára, vagy az ember bement borotára, vagy épp esett cukorra, nem nagyon kaptam. A lényeg az, hogy érett a dinnye, és ugye elmentem hozzájuk dinnyét kérni, és hát azt mondja néni, vagy Willis néni azt mondja, menj haza, kérje anyádtól 2 forintot, visszajössz, és kapsz akkor egy dinnyét. Hű, én nagyon beráttam, hazamentem. Hát ugye, otthon mindig voltak ilyen rossz, ilyen sporthelyet, nem tudom, ismeri, az idősebbek ismeri, de a gyerekek nem ismerik. Tűzhelynek, úgymond a tűzhelynek a felső karikája az ilyen öntvényből van. Én fogtam kalapáccsal, egész apró darabokra tördöstem azt a platindarot, az öntvény volt, könnyen eltört, egy fél zsebbe csináltam magamnak. Néztem a csúzlit, kipróbáltam, hát kicsinek találtam a csúzli bőrt, vágtam egy nagyobb bőrt, kicserítem a csúzlin a bőrt, érted? Abba fért elég sok muníció. Másnap reggel ugye korán mentem iskolába, mert 4 kilométerre jártam iskolába, oda-vissza. 8 kilométer volt egy nap, a sport meg volt. Az meg! És ugye hát reggel mentem, ott mentem mindjárt mellette, dinnyeföld mellett, és akkor módszeresen. És akkor így pröcsögött a töltet, érted, szar a széje, ugye hát egy gyerek fejjel, hát igen, 11-12 éves gyerek fejjel, nem tudja az ember mekkora kárt csinált, és ez érés előtt, tehát egyértelmű, hát ér, hát ma szállítani hát igen, de ugye dinnyét. Sokat segített, és nem nagyon adtak cserébe. Nagyon sokat segítettem, és én ezt ebbe akartam bosszút állni, de hogy ütett nekem eszembe, hát most a fölnőtt fejjel nagyon sajnálom, úgyhogy őszintén sajnálom, de hát, hogy mennyi kárt csináltam nekik, mert, és ugye hát elkezdett rohadni a dinnye, amon belövődöztem neki, de összeset
durrottattam. Nem semmi. De igen, hát rosszul esett, hogy hát segítesz. Persze, úgyhogy ez egy nagyon érdekes... Az azóta is benned van. Hú, igen. És ez igen, de már ide költöztek Rémre, ahol most mi lakunk. A néni itt lakott, mink ide költöztünk, és mondtam neki, hogy Julis néni, tudja, hogy ki volt az, aki belelövődözte a dinnyébe. Csak nem vagy te, mondom, hát én voltam, bocsánat, kérem, bocsánat kérem, jó volak. Úgy, hát, hogy a papád, tudod, hogy mennyi pénzt tettél adni lábalú nekünk? Mondom, jó van, bocsánat, mondom neki, de hát... Ez elég érdekes volt, aha. És ha meg van még egy rövid kis sztorit, hogyha esetleg. Mondjam, tőlünk a harmadik szomszéd, az mindig egy ilyen idősebb nénike volt, és nem bírta megfogni a tyúkját, meg a kakasát se le akarta vágni. Igen? És tudta, hogy én szeretek csúszni, meg jó tudok lőni. Igen? És akkor jöttem haza iskolában, ma várta kint a nagykapunál, ugye az útszélén volt mindjárt a nagykapu, azt mondja, Pista, gyere már be, azért nem bírom megfogni ezt a mocskos kakast, azt mondja. Ne kéne vágni, azt mondja, azt nem bírom megfogni, azt mondja, van nálad csúszli, mondom, van csak golyó nincs, azt mondja, gyere, van itt a papának ilyen csavarok, ilyen négyszögleti csavarok voltak annak idején. Hát ugye belemarkoltam, érted, hát egy nem elég, aztán hát zsebbe is tettem rögtön. Aha. És akkor hát a kakast célultam, de a kerítés, oszlop, meg hát így a kakas mellett volt az oszlop, érted? Aha. Megcélultam a kakast, hát nem a kakast láttam el a fejét, érted neki, hanem az oszlopot. Arrébb még egy két méter ott volt egy gyönyörű szép tyúk. Az a hülye golyó Gellert kapott, érted? Dig meg! A tyúk az ki meg! Érted? A kakas meg vígan szaladt oda, az még ott gázolni akarta ott, érted? Szerencsétlen döglődő tyúkot. Mondom, te kakas, mi csinált? Mondom az öreg lánynak, mondom, lelőjem mamikám azt is. Azt mondja, jaj, nehogy lelőd, azt mondja, elég a tyúk. Bocsánat, hogy röhögünk belőle. Ez nagyon jó. Ezeket jól visszaemlékezni rá, úgyhogy így volt. De nem mondta többet, hogy ne lőjem, mert volt miután még kétszer vagy háromszor között lelövődött, nem ottam mire. Addigra már elkerültem a háztól is, úgyhogy mentem máshova. Oké, akkor köszönjük szépen papának ezt a két vicces sztorit, most egy kicsit komolyabbra fordítjuk a szót, viszont megkérem a papát, hogy maradjon itt, és én mindjárt jövök, jó? Jó. Ugye a papám most volt 64 éves, és én most hoztam neki az ajándékot, de ezt azért is hoztam, papa, mert múltkor szerepelti a videóba, és így szeretném neked megköszönni, hát az nem bor van benne, de nézd meg, a kedvenceid benne vannak. Köszönöm! Nézzek, utoljon a nézőknek is. Kedves nézők. Kedves Dani unokám, köszönöm a megemlékezést. Itt a millió. Millió! Lehet, hogy rajta van a millió. Lehet. Na, megnézzük még, hogy mi van benne. Igen. Az csalánte a papám. Ez kell, ez ilyen a tavaszkor, ez nagyon jó, kipucolja és idegnyugtató. Az diabetikus papám, úgyhogy ehetsz. Diabetikus croissant. Ez diabetikus, hogy meg szabad enni tized is, ugye? Igen. De még egyet hoztam. Tigazat van tényleg! Gyere! Jó, papám az a családi képek. Ez pedig ő... Teja, galagonya, ez nagyon jó. Ez az a baj, hogy csak filteres volt, pedig olyan hosszabb volna. Nem, ugyanaz az hatóanyaga van neki, úgyhogy ez szíverősítő hatása van neki, és értágító hatása van neki. Azok meg, papám, a családi képek, amiken ti is rajta vagytok. Ezek nagyszerű családi képek, tessék. Így van. Itt vannak. Ennek nagyon örülök, a gépeknek. Itt a dédi mama. Dédi igen. Mama, az én... Igen. Még él az, a mama ágáról, még él a dédi igen, mama. Igen, ez honnan szedtétek, hogy ez nem tudom, talált apa, ez dobogókőm van. Ez dobogó, tudom, ott igen, van. Igen, dobogókőm és van. És itt vagyok igen. Én és az én feleségem. Így van, a mameszka. Ja, ez meg a Vivi szalagavatója. Itt meg az én Vivikémnek a szalagavatóján. Ja. A két így. Mama meg a... Ja, mama papa. Meg a papa. Nem kettő, csak ketten vagyunk. Igen. 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 És akkor, ez meg a család. Ez meg az én nagy családom. Így van. Annyi gyerekük van, mint nekem volt. Így van, tényleg. Úgyhogy papám fogadta. Ott is három fiú van nálunk is. Nagyon szépen köszönöm. Tessék. Danikám, nagyon szépen. Szívesen, papám. Szívesen.
Megérdemled. 64 éves lettél. Ide tesszük. Jó, oké, oké, oké. Meg tessék itt a teja is. Igen, meg majd a kaparóst azt a videó után lekaparjuk. Lehet, hogy akkor már milliómosok lesz. Most nem, mert meglássák a milliómosok leszünk. Már még a sziát. Német katonák előúzták a köppeny alól géppisztolyt, rájuk fogták, letessékölték a magyarokat, kérlek szépen, azok nem, mert fegyver se volt. Azok letették, németek főszálltak, azt mentek tovább. Azt mondja, apán nem mentek, még tán 5 kilométer sem, már lehetett hallani, hogy lőnek rájuk. És vége.